Klesteinic Tibor ül velem szembe, Isten hozott a stúdióban. Jó napot kívánok! Író és kutató vagy. Milyen területen kutatsz? Történész vagyok, és az első fő kutatási témám a katolikus sajtómozgalom története volt. Ebből a témából írtam meg a doktori disszertációmat az ELTE-n, ami 2013-ban könyv alakban is megjelent. És aztán a további kutatásait fókusza is az egyház, a vallásos közeg? Igen, azóta is folyamatosan foglalkozom katolikus egyháztörténettel, illetve protestáns egyháztörténettel is, illetve a sajtó történetével foglalkozom. Tehát ezek azok a fő témák, amelyek eddig a kutatási területembe estek. Ez mindig olyan izgalmas, hogy valakinek hogyan lesz egy terület úgy szívügye. Tehát mondjuk középiskolában, gimnáziumban, akkor az, hogy a történelem, azt úgy szoktuk tudni, hogy igen, a történelem, engem a matematika, tehát az irányultság, igen. De hogy azon belül melyik kor és melyik terület, az már, az neked hogyan jött? Az alapvető motiváció az volt, hogy a családomban a teljes magyarországi felekezeti sokszínűség felelhető volt, és ennek következtében mindig is éreztem, hogy ez a felekezetiség, ez a dolog, hogy egy közös kultúra, de annak több különféle alváltozata létezik, és ez a családok életében is megjelenik, ez valami nagyon fontos jelenség. Ugye a családom apai ágon eredetileg római katolikus volt, de aztán egy vegyes házassági probléma miatt az egész család evangélikus hitre váltott. Az anyai ágon az egyik dédapám menekült volt, ő Macedóniából érkezett Magyarországra a 20. század elején. Ott a család úgy nyilván pravoszláv volt, és ők római katolikusok lettek, a másik ág református volt. Tehát nem tényleg a családban, mint egy cseppben a tenger, egész Magyarországnak a vallási kultúrája kifejlődött, és ez a gyerekkoromban is hatással volt rám, és ezért is mindig is érdekelt az egyháztörténet. És aztán az egyetemen, az ELTE-n több kurzusra jártam, ami a magyarországi tömegkultúrával foglalkozott. Tehát azzal, hogy nézett ki a 19. század végén, a 20. század elején a sajtó, a mozikultúra, az operett, a kuplék, az életszlapok, ez egy nagyon színes és érdekes világ, és úgy éreztem, hogy ennek a kettőnek a meccéspontja az a katolikus sajtónak a története, és hát erre fűztem fel először a szakdolgozatomat is, majd aztán a doktori disszertációt, és azt hiszem, hogy ez egy jó választás volt, mert hogy ezzel a témával mélyrehatóbban, komolyabban, korábban még nem foglalkozott senki, tehát egy fehér foltot sikerült valamennyire betöltenem. Na akkor tekintsük is erre rá, 30-as években járunk, ugye? Hát tulajdonképpen ez egy régebbi eredetű történet. Magyarországon a katolikus sajtómozgalom, én azt mondanám, hogy nagyjából az 1890-es években már lendületet vett. Így kifejezetten mondta, hogy katolikus sajtómozgalom már akkor? Igen, igen. Aha. Ennek több oka van, az egyik nagyon fontos tényező az a világegyház irányából érkező impulzus. Ugyanis a 19. század folyamán a pápák igyekeztek tiltani azt, hogy a hívek az úgynevezett rossz sajtót, tehát az ateista, antiklerikális gondolatokat közvetítő sajtót olvassák. De ahogy haladunk előre az időben, és a modernizáció egyre fokozódik, az emberek egyre inkább hozzászoknak a mindennapi újságolvasáshoz. Ugye Magyarországon 1868-tól már kötelező 6 és 12 év között mindenkinek iskolába járni, tehát ettől kezdve meredeken emelkedik az írni-olvasni tudó emberek aránya, és ez az 1880-as, 90-es évekre megteremti igényt a valódi tömegsajtó iránt. Nálunk is megjelennek az úgynevezett krajcáros lapok, ami tényleg szó szerint néhány fillérért elérhető bárki számára, és ezek már a legegyszerűbb emberek számára is megérthető módon mondják el a világ eseményeit, tehát tömegessé válik az újságolvasás, és az egyház korábban tiltani igyekezett ezeknek a lapoknak a fogyasztását. Aztán jött egy fordulat, 1878-ban 13. Leó pápa került a pápai trónra, aki rájött, hogy ez a politika nem tartható tovább. Ő egy nagyon nyitott gondolkozású személy volt, annak ellenére, hogy már nagyon idős korában került a pápai trónra. Például latin nyelvű ódákat írt a fényképezés dicsőítéséről, vagy engedélyezte azt, hogy filmfelvételek készüljenek róla, vagy hogy felvegyék az imáját, és ezt gramofonlemezeken terjeszték. Tehát ő meglátta azokat a lehetőségeket, amelyeket modern hírközlés fejlődés az egyház számára is kínált. És a sajtó terén is egy teljesen új irányvonalat vezetett be, megfogalmazta, az írással szemben írást állítsatok.
kívánalmát, tehát ő azt várta el a katolikusoktól, hogy az ateista sajtóval, a rossz sajtóval szemben kimondottan katolikus irányultságú, világnézetű lapokat adjanak ki. Ezt fejezi ki ez a bizonyos írással szemben írást állítsatok gondolat. És ez Magyarországon az 1890-es évekre lett igazán aktuális, hiszen ugye ekkor tört ki az úgynevezett egyházpolitikai küzdelem, aminek az lett a vége, hogy bevezették 1894-95-től a kötelező polgári anyakönyvezést és a kötelező polgári házasságot. Ez pedig megindított egyfajta katolikus politikai világnézeti mozgalmat is. Ugye ekkor alakult meg az első magyarországi katolikus politikai párt, a Néppárt, Zichy Nádornak a vezetésével, és ennek a farvizén, mint egy, kibontakozott a katolikus sajtómozgalom is. Na hát ezt nem tudtam, hogy micsoda messzire visszanyúló elődje van annak a gondolatnak, amit mi is próbálunk itt megvalósítani, hogy hát nem is sajtót sajtóval, de hogy olyan hatalmas kínálata van a televízió sok-sok-sok csatornájának, és hogy arra törekszünk, hogy legyen egy, ami, hát ugye a miénk, ami reményünk szerint olyasmit is megmutat, amit érdemes nézni, ami épít, ami... Tehát, hogy ne csak az, hogy mit ne nézzél vagy olvas, hanem akkor mit igen. Igen, pontosan ez volt a katolikus sajtómozgalom lényege, hogy megpróbáljon alternatívát kínálni a többi, a másfajta világnézetekből, vagy a másfajta gondolkozásból érkező sajtótermékek mellé. Ez volt gyakorlatilag az egész mozgalomnak a lelke, és nagyon hosszan elnyúló eseménysorról beszélhetünk, ami a történet számára elsősorban abban nyilvánul meg, hogy milyen egyesületek jöttek létre ennek a célnak a szolgálatában, és ez is egy nagyon hosszú és színes történet. És milyen egyesületek? A legelső ebben a sorban, aminek országos jelentősége volt, az a Katolikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány Egyesülete, amely 1896-ban alakult meg Budapesten, és néhány száz résztvevővel jött létre. Az első vezetője egy irodalmi tanár volt, aztán később Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök vette át tőle ezt a feladatot. Ennek elsősorban az volt a célja, hogy megpróbálja a katolikus sajtótermékeknek a szakmai színvonalát, minőségét erősíteni. Szakmai kötelékeket hozott létre a katolikus újságírásban dolgozó emberek között, társasági eseményeket is szervezett például. Ugye megünnepelték rendszeresen a katolikus újságírók védőszentjét, Szalaizi Szent Ferencet, és ebből az alkalomból tartottak egy nagy társas, összejövetelt egy társas lakomát, ahol az volt a legjobb újságírónak a megtiszteltetése, hogy a kezében az úgynevezett pázmány serleggel mondhatta el az ünnepi köszöntőt, és ez egyfajta presztízst, rangot is jelentett a számára. Tehát a legfőbb feladata ennek az egyesületnek azt hiszem, hogy a közönség szervezés volt, de nagyon korán felismerték azt is, hogy szükség lenne egy másik társaságra, egy másik egyesületre, aminek kifejezetten az lenne a feladata, hogy megpróbáljon tömegtámogatást szerezni a katolikus lapok számára, tehát megismertetni ezeket az orgánumokat a szélesebb közvéleménnyel, a nyilvánossággal is, és hogy igyekezzen anyagi eszközöket, illetve előfizetőket gyűjteni a katolikus lapok számára. Ennek a gondolatnak a legfőbb képviselője egy mára teljesen elfeledett katolikus személyiség, egy lelkész volt, akit Gerely Józsefnek hívtak. Egy budapesti hitoktatóként kezdte a karrierjét a 20. század elején, de nagyon gyorsan kiütközött az irodalmi tehetsége, és átvette az Egyházi Közlöny nevű szaklapnak a szerkesztését is, és még sok más lapét is. És az ő gondolata volt az, hogy egy külön egyesületet kellene erre a célra létrehozni, ami 1907-ben alakult meg Pécsen, az Országos Katolikus Nagygyűlésen. Ez volt a Katolikus Sajtóegyesület, amelynek szintén Prohászka Ottokár lett a vezetője, aki akkor már székesfehérvári püspök volt. És ennek az egyesületnek a fő feladata az úgynevezett sajtóvasárnapok megrendezése volt. Ezt úgy nagyjából 1910-től az ország valamennyi egyházmegyéjében elrendelte a főpásztor,
Ennek az volt a lényege, hogy kijelöltek évente egy vasárnapot, amikor a prédikáció a templomban kötelező módon a rossz sajtó veszélyeiről és a jó sajtó előnyeiről szólt, és a gyűjtésnek az összegét a jó sajtó megsegítésére kellett fordítani, és ebből éves szinten olyan 50-60-80 ezer korona folyt be, ami elég jelentős összegnek tekinthető, és ezt a pénzt arra fordították, hogy a különböző katolikus lapok nyomdaköltségét fedezzék, új munkatársakat állítsanak be, mellékleteket adjanak ki ezekhez a lapokhoz, megpróbáljanak terjesztői hálózatot, rikkancs hálózatot létrehozni. Tehát egy nagyon gyakorlatias és viszonylag eredményesen működő szervezetről volt szó. És ez nagyjából 1918-ig működött. Ugye a világháború alatt beindult egy hanyatlási folyamat, hiszen egyre több és több célra vették igénybe a hívek áldozatkészségét, nagyon sok jótékonysági gyűjtést szerveztek a világháborúval összefüggésben, ezért ez a modell már ezek után nem volt fenntartható. És aztán mi lett a további sorsa a katolikus újságoknak? Ezután jött egy új személyiség, aki lendületet hozott a mozgalomba, méghozzá Banga Béla, egy jezsuita szerzetes, aki meghatározó szerepet töltött be Budapest hitéletében 1910 után. Az ő nagy gondolata az volt, hogy megpróbálta a hölgyeket is mozgósítani a katolikus sajtó érdekében. 1911-ben hozta létre a nagyon furcsa, érdekes nevű katolikus sajtóhölgybizottságot Budapesten, aminek az volt a célja, hogy minél több jómódú, sok szabadidővel és anyagi lehetőségekkel rendelkező középosztályi hölgyet összegyűjtsön, és az ő segítségükkel igyekeztek előfizetőket gyűjteni a katolikus lapok számára, különböző gyűjtési akciókat rendeztek, illetve igyekeztek arra rábírni őket, hogy próbáljanak meg helyi híreket beküldeni a katolikus lapok számára, ezzel pótolva a hiányzó vidéki tudósítói hálózatot. Ez is egy viszonylag életképes kezdeményezés volt. Nagyjából az első világháborúig működött, utána itt is bekövetkezett egy apály, de a 20-as évek vége felé újra szervezték, és azután a második világháború végéig ismét csak működött a sajtóhölgy mozgalom. És eredményesek voltak? Tehát az emberek szívesen vették a lapokat, olvasták? Igen, bizonyos mértékig eredményesek voltak. A saját feljegyzéseik szerint nagyjából évi 1000-2000 előfizetőt tudtak szerezni a katolikus lapok számára, ami azért nem elhanyagolható mennyiség, de idővel Banga Béla rájött, hogy ezek a módszerek csak a kezdetet jelenthetik a katolikus sajtó számára, és 1918-ban egy teljesen műszerű elképzeléssel lépett fel, ami miatt igazán korszakalkotónak tarthatjuk az ő tevékenységét, ugyanis azt az ötletet vetette fel, hogy a katolikus egyháznak új lapokat kell indítania, méghozzá olyan lapokat, amelyek nem kötődnek a katolikus néppárthoz, ugye amelyeknek nincsen politikai, előzetes politikai elkötelezettségük, hiszen így esélyük van arra, hogy sokkal több érdeklődőt szólítsanak meg. Ezt az ötletet a herceg primás Csernok János engedélyezte is, és ezután Banga egy másik merész lépéssel állt elő, ugyanis ő egy részvénytársaságot alapított, az úgynevezett központi sajtóvállalat részvénytársaságot, és ennek az alaptőkéjét nagyon alacsony névértékű 25 koronás részvényekből gyűjtötték össze, és meglepő módon néhány hónap alatt hatalmas összeg, mint egy 10 millió korona gyűlt össze erre a célra. Aztán a történelem közbeszólt, mert ugye hamarosan következett a Tanácsköztársaság 1919-ben, amelyik egy nyíltan egyházellenes politikai kurzust jelentett, úgyhogy az egyházi kiadók vagyonát lefoglalta az állam, így a központi sajtóvállalatét is, és Banga csak 1919 szeptemberében, már a Tanácsköztársaság bukása után némi állami segítséggel tudta elindítani a saját lapjait. Két politikai napilap is indult, a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék, és ezek nagyon komoly, jelentős sajtóvállalkozásokká váltak, olyannyira, hogy egészen 1944-ig megjelenhettek, és
valóban országos jelentőségű orgánumokká váltak. Tehát azt mondhatjuk, hogy Banga valóban képes volt arra, hogy ezt a nagyszabású, az egész ország politikai nyilvánosságát megszólítani képes sajtóprogramot megvalósítsa. Egy picit nyilván ugrunk az időben, hogy a végére jussunk annak az időszaknak, amit te különösen is vizsgáltál, de hát nyilván a második világháború aztán tényleg hát alapos kárt okozott a katolikus sajtóban is. Igen, pontosan, ugye a második világháború után Magyarország nem volt szuverén. A fegyverszüneti egyezmény alaposan megkötötte a magyar kormányok kezét, és gyakorlatilag a sajtótermékek csak állami engedélyezés után indulhattak meg, és a katolikus sajtóból 1945 után csak néhány orgánum indulhatott újra, míg a világháború előtt nagyjából olyan 180 rendszeresen megjelenő katolikus sajtótermék volt, 1945-ben tényleg csak néhány folyóiratot, illetve heti lapot engedélyeztek, és bár a központi sajtóvállalatot is folyamatosan igyekeztek újjá alapítani, többször a püspöki kar is felszólalt a kérdésben, de az állami politika hajthatatlan maradt, és ezek alapok nem kaptak új megjelenési engedélyt. Tehát gyakorlatilag ez a történet 1945-ben véget ért. Tudom, hogy a történésznek nem feladata, és nem is nincs is annyira lehetősége arra, hogy hát így ilyenfajta megjegyzéseket tegyen, de, vagy véleményezzen, de most a mai katolikus médiumokra pillantva nem az az érzésünk, vagy hát te hogy látod, hogy most már itt lenne a lehetőség, szabadon választhatunk, szabadon dönthetünk, cenzúra nélkül megszólalhatunk minden fórumon, és valahogy az emberek, hogy is mondjam, hát nem csapnak le arra a lehetőségre, hogy olvashatnak most így jó-rossz, de hát végülis tartalmas, értékes dolgokat, és nézhetnek, hallgathatnak olyat, amiből épül a lelkük. Tehát mintha most is érdemes lenne a régiek jó kis módszereit újból feleleveníteni. Igen, azt hiszem, hogy sajnos ez mindig egy általános jelenség, hogy a tömegek azok inkább a könnyen fogyasztható, egyszerű, a gyors információ kielégítésre alkalmas információkat fogyasztják, és az elmélyülésre, az alaposabb gondolkodásra számot tartó sajtótermékek, kulturális termékek azok mindig hátrányban lesznek, és ezért valóban érdemes lehet a múlt felé is tekinteni, és esetleg használható ötleteket keresni a jelen számára is. Tibor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.